Új strandkorszak jött el a partmenti települések és a vendégek életében a Tiszatónál. Felejtsék el a régi, retro vendéglátó bódékat, a nem létező zuhanyzókat és a 20 évvel ezelőtti élményeket. Mostantól modern, tiszta, családbarát körülmények között pihenhetnek, strandolhatnak, szórakozhatnak mindazok, akik ellátogatnak Abátszalókra, vagy a Tiszató többi megújult szabad strandjára kikapcsolódni. Átadták a szépen felújított Abátszalóki Tiszató strandot. Javában zajlik a Magyar Turisztikai Ügynökség tavaly elindított 1 milliárd forintos Turinfor fejlesztési programja. És szintén folyamatosan újulnak meg országszerte a szabadvízi strandok a strandfejlesztési program keretében. Abátszalókon mindkét létesítmény megújult, méghozzá egy helyen. Az egyik legnagyobb örömünk valósul most meg, hiszen egy új mérföldkőhöz érkeztünk Abátszalók tekintetében, ugyanis átadjuk most már hivatalos formában is a megújult szabad strandot a vendégek részére, hiszen egy 2 éves projektnek a keretén belül már a kivitelezés tekintetében értünk a végére. Területfejlesztési operatív programnak köszönhetően 400 millió forintból valósítottuk meg a konkrét fejlesztéseket. Gyakorlatilag megújult a vízoldal teljes partszakasza, megújult a csúszda, mosdókat, WC-ket helyeztünk el a vízoldali részre is, és sétányokat építettünk. Ezen túlmenően pedig a mentett oldalon az új kiszolgáló létesítményeket létesítettünk, új büféket, új rendezvényteret építettünk, luxus kávézót, koktélbárt építettünk, tehát egy olyan kilátó terasszal, panorámával, amely lehetővé teszi a vendégek részére, hogy esti órákban is gyönyörködhessenek a Tiszatónak a csodálatos képében. A turizmus újraindításában kiemelt szerepe van az éves szinten 1,8 millió turista által látogatott Turinform hálózatnak. Most különösen fontos, hogy a települések és térségek fogadószobájául szolgáló Turinform irodákban korszerű, barátságos, 21. századi körülményekkel találkozzanak a vendégek. Ez segíti a Turinform irodák és információs pontok felújítását célzó pályázat is, melynek keretében megvalósulhat az irodák látogatói igényeknek megfelelő, egységes arculatú fejlesztése, modernizációja. A kiírás a kisfaludiprogram.hu weboldalon érhető el 450 millió forintos keretösszeggel. A jelentkezési határidő augusztus 28. Abátszalókon a tavalyi második ütemben 114,9 millió forintból megvalósult többek között a bejárati épület rekonstrukciója, környezetrendezés, közmű kialakítás és egyéb infrastrukturális fejlesztések, mint például közvilágítás, árnyékolás és térbútorok elhelyezése. Mini golfpálya létesült, illetve útbaigazító és egyéb információs táblák kerültek ki. A turizmus egy dinamikusan fejlődő iparág Magyarországon, és ha azt szeretnénk, hogy itt a térségünk egy kicsit fejlődjön, jobb munkalehetőségek legyenek, nagyobb bevétel az itt lévő lakosságnak, és nem csak annak, akinek dolgozik, hanem aki pihenni szeretne, akkor mindenképpen be kell ruházni a turizmusba. Hiszen itt a környékről egy fél óra alatt el lehet jönni a Tiszatóhoz, és aki akár 4-5 évvel ezelőtt volt, az nem ismer rá arra, hogy milyen fejlődés történt itt Abátszalókon, de a Tiszató többi településén is. Én azt gondolom, hogy fel tudunk zárkózni azokhoz a régiókhoz, akár a Balaton, akár a Velencei tó, akár a Fertő tó, azokhoz a régiókhoz, amelyek sokkal fejlettebbek egyelőre nálunk. Fel tudunk zárkózni, és meg tudjuk mutatni azt, hogy az itteniek tudnak hova menni, ha ki akarnak kapcsolódni, és hogyha munkahelyet akarnak a turizmusba, akkor egy jól fizető, jól jövedelmező üzletág lehet itt a turizmus a térségben. Zajlik a harmadik ütem is. Ennek során csaknem 57 millió forint támogatással tovább fejlődnek a vendégfogadás feltételei. Év végéig 5 családbarát mosdót és babamama pihenőt alakítanak ki. Továbbá egységes tájékoztató eszközöket helyeznek ki. Azt szeretnénk, hogy lépésről lépésre, mint a Lego, egymáshoz kapcsolódjanak a fejlődések, hiszen ezzel a mai beruházás átadással nincs befejezve az Abátszalóki strand és Abátszalók fejlesztése.
a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek fejlesztése és a strand fejlesztése is tovább folytatódik. Én azt gondolom, hogy már látványos, már sokkal szebb az annál, amilyen volt, már most már 21. századi ez az Abátszaló kis strand is, és én azt gondolom, hogy évről évre egyre szebb, egyre fejlettebb lesz, és büszkén fogjuk mondani, hogy itt a környék idegenforgalmi központja a Tiszató, és messzeföldről szívesen járnak ide, de akár Karcagról, Tiszafüredről, a környékbeli településekről is öröm lesz ide jönni gyermekekkel, családokkal, pároknak kikapcsolódni a Tiszatóhoz és a Abátszalókra. Az új arculat megjelenik az öltözők, a családi és akadálymentesített öltözők, a tájékoztató táblák és az irányjelző táblák kialakításában is. Központi motívum a vízimadár, a betűtípus és a színek pedig a vízi élet motívumait ragadják meg. Számukra a Tiszató, mint turisztikai destináció, a legígéretesebb destinációnk a megyében. Nem csak a megyében, hanem Magyarországon, sőt Európában is a legígéretesebb vizes destináció a Tiszató, és a fejlesztése minden forintot és minden odafigyelést megérdemel. Úgy látjuk, hogy az elmúlt 47-48 évben mióta áll a Tiszató, azóta többféle hasznosítás felmerült, de az elsődleges mostantól talán a, mégiscsak a mezőgazdasági mellett a turizmus idegenforgalom lehet. Ezt kimondott tény, hogy úgy kell üzemeltetni a Tiszatavat, hogy az a turisztikai attrakciókat is szolgálja. És egy ilyen stand, egy szabadvízű stand, mint az Abátszalóki, és mellette a kemping, valamint a fizető vendégszolgáltatók, az ide települt különböző turisztikai látványosságok, attrakciók, a csónakázás lehetősége, a motoros csónakázás lehetősége, a lakóhajók, a nyaralóhajók lehetősége, és az a fajta sport, aktív kikapcsolódás, amit a kerékpáros és az egyéb vizes sportok jelentenek, ez nem csak a fiatalokat vonza, hanem a középkorúakat is, akik még gyerekkorukban emlékeznek a Tiszatóra, emlékeznek a Abátszalók vonzerejére. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy az Abátszalók korszerű, rendezett, vonzó környezettel fogadhassa a pihenni vágyókat.